Több százan látogattak ki szombaton délután az első kadafalvi gyereknapra a Darázs utcai buszforduló mellett található játszóterre. A helyszínt már pénteken lufikkal díszítették fel a kadafalvi óvisok, hogy méltó legyen az előgyereknapi mulatságra. A program pedig széleskörű összefogással valósulhatott meg. A High Kecskemét csapatának a törzsén indult el, a szervezésében indult el a dolog, és nagyon sok kadafalvi, illetve környéki lakos kapcsolódott be. Azt gondoltuk, hogy olyan programokat kellene összerakni, amire a gyerekek szívesen eljönnek, egy kicsit a helyi közösséget építi. A kicsik kézműveskedhettek, társasjátékozhattak, próbára tehették ügyességüket a sportversenyeken. Csongrádi Bénának köszönhetően pedig különleges bűvésztrükköket is tanulhattak. Minden helyszínen pecsétet kaptak pontgyűjtő füzetükbe, a nap végén pedig ajándékokra és egy ingyen hotdogra válthatták be azokat. A helyszínre látogatott családjával dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő is, aki gyakori vendég a kadafalvi programokon. Annak is különösen örülök, hogy most már Kadafalván is kezd egy közösség kialakulni, hiszen ide nagyon sokan nem régen költöztek ide, és kell egy kis idő, amíg kialakul az a összetartó közösség, amely a lényege minden városrésznek. A helyszínen sült a palacsinta és a gofrit, de házi sütiből sem volt hiány, így a gyerekek teli hassal és sok-sok élménnyel gazdagodva térhettek haza az első kadafalvi gyereknapról.